Rendbe tették a Noszlopi Gáspár Parkban található szobor és a mellette lévő Kecskeméti 48-as emlékkő környezetét. Mintegy 20 esetben riasztották a szél miatt a tűzoltókat a hétvégén. Koncerttel és kiállítással nyílt meg a tavaszi fesztivál. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Este 7 óra van, ez a Hírös Hírek, köszöntöm Önöket! Rendbe tették a Noszlopi Gáspár Parkban található Noszlopi Gáspár szobrának és a mellette lévő Kecskeméti 48-as emlékkő környezetét. A közelgő nemzeti ünnep alkalmából szervezett programon Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte a megjelenteket. A takarítás nagy részét a Gáspár András Technikum kadét növendékei végezték el. A Noszlopi Gáspár Parkban található szobor és a mellette lévő Kecskeméti 48-as emlékkő környezetét tették ma rendbe a Gáspár András Technikum kadét növendékei. A közelgő nemzeti ünnep alkalmából Zilahi Kálmán, a Kecskeméti Református temető vezetője szervezte meg az eseményt, amelyen Szemereiné Pataki Klaudia polgármester köszöntötte a megjelenteket. A Kárpát-medencének a védelmi burkába azért folyamatosan az egész történelmünk arról szólt, hogy megpróbáljanak bennünket egy beolvasztani mindenféle nemzetek és mindenféle identitás zászlaja alá. Hát ez szerencsére még mindig nem sikerül, még mindig erősek vagyunk, még mindig azt gondoljuk, hogy igenis, amit őseink leraktak itt a Kárpát-medencébe, itt Kecskeméten és környékén, azt nekünk büszkén kell viselnünk, büszkén kell vállalnunk. A polgármester azt is elmondta, hogy büszkén kell hirdetnünk a függetlenségünket, hazaszeretetünket. Az eseményen Gáldonyi Sándor, a 13. hadkiegészítő és toborzóiroda vezetője tartott eligazítást. Az őrnagy elmondta, nem feledkezhetünk el hagyományainkról, arról, hogy honnan jöttünk, honnan származunk. Erre jó példa a mai rendezvény. Megpróbálunk lépést tartani azzal a belső késztetéssel, hogy nekünk tenni kell azért, hogy ezek az emlékek, amik itt vannak a városunkban, ezek ne menjenek a feledés homályába, illetve egész Bács-Kiskun megye vármegyén ugyanezek az emlékművek szintén felújításra és gondozásra kerüljenek. Szóval ez egy kezdeti folyamat, és pont ezért is esik jól az, hogy ilyen sokan itt vagyunk, és elkezdhetjük azt a munkát, aminek most jelen pillanatban csak a megindulási fázisában vagyunk. A Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola első osztályos diákjai tanítóik vezetésével saját készítésű zászlócskákat helyeztek el az emlékkő és a szobor környezetében. A fiataloknak rendhagyó történelemórát tartott a 48-as események kecskeméti vonatkozásairól Lassú Gábor, a Kecskeméti Szakképzési Centrum kollégiumának igazgatója. Az összegyűjtött szemetet a városgazdálkodás munkatársai szállították el. Ágakat szakított le, villanyoszlopokat döntött meg, és egy épület szigetelését is megbontotta a szombati viharos erejű szél Kecskeméten. Bács-Kiskun vármegyében mintegy 20 káreseményről érkezett bejelentés a tűzoltóság felé. Egy 10-15 méteres fenyő dőlt rá a villanyvezetékre Kecskeméten az Ojtozi utcában. A viharos erejű szél csavarta ki a földből a fát. Az áramszolgáltató munkatársai áramtalanították az érintett szakaszt, majd a tűzoltók a fát többfelé fűrészelték. Így nagyobb áramkimaradás nem volt. Szombat reggel 6 órától mintegy 20 alkalommal riasztották a katasztrófa védelmet. Többnyire nagyméretű fák és gallyak szakadtak vezetékekre, kerítésekre, de volt, hogy az épület tetejét vagy egy társasház szigetelését bontotta meg az orkán erejű szél. Az érintett települések között szerepel Kecskemét mellett Tiszakécske, Kiskunhalas, Lajosmizse és Kisszállás is. Napközben 100-110 km/órás széllökéseket lehetett tapasztalni térségünkben. Bár ritka a szombati szélsőséges időjárás, és még ritkább az olyan esemény, mint a tömegszerencsétlenséget okozó homokáthúvás, mégis több odafigyeléssel megelőzhetőek lennének az ekkora tragédiák. Kecskemét térségében és az Alföld egészén is érdemes odafigyelni, figyelmeztetnek a közlekedési szakemberek. A roncsok eltávolítása során egy holttestet is találtak az egyik kiégett autó alatt a szombati M1-en történt tömegbalesetet követően. A szerencsétlenséget egy hirtelen porvihar okozta, feltehetően. 42 gépjármű volt érintett, egy 44 éves férfi életét vesztette. További 39 ember sérült meg, a rendelkezésre álló adatok szerint ketten életveszélyesen, 12-en súlyosan, 25-en könnyebben sérültek, a sérültek között 10 gyermek is van.
A közlekedési szakemberek szerint a hasonló hirtelen vezetési gondok részben megelőzhetőek. Igaz, ez nagy fegyelmezettséget igényel az autósoktól. Bács-Kiskun vármegyében is okozott problémát a homokvihar, igaz, hasonló szerencsétlenség nem történt. A homokáthúvások azonban nem ritkák az Alföldön. Hogy mit tegyünk ilyenkor, erről beszélgetünk majd szakértővel Kiemelő című magazin műsorunkban. Március 10-én a Magyar Örökség Áthatások című képzőművészeti kiállítással és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar hangversenyével megnyílt a 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál. A nyitó esemény a Kecskeméti Tavaszi Fesztiválok csaknem 4 évtizedes története során már hagyományosan egy képzőművészeti tárlat. Az idei kiírásban a 200 éve született drámaíró Madách Imre, a 170 éve született festő Csontváry Koszka Tivadar és a 100 éve született zeneszerző Ligeti György munkássága szerepelt. A Kodály Iskola Aurin leánykarának rövid műsorával kezdődő fesztiválnyitó eseményen a szervezők nevében köszöntőt mondott Barta Dóra, a Híres Agóra ügyvezető igazgatója. Intézményvezetőként, illetve művészemberként hatalmas felelősségét érzem annak, hogy generációkon átívelő tudást tudjuk továbbadni. Legyünk képesek arra, hogy hogyan csomagolhatjuk újra azt a tradicionális értéket, amit itt Kecskeméten nagyon sokan átélhetünk, megélhetünk, és egy olyan géniuszvárosságból, mint Kodály üzenhetünk. Az izgalmas áthatásokat közvetítő tárlatot követően került sor a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjére, amelynek középpontjában a 100 éve született Ligeti György előtti tisztelgés állt. Ligeti két korai műve mellett még Bartók Béla és Rimszky-Korszakov művei szerepeltek a programban. A koncert előtt a város nevében dr. Stahó Pekári István alpolgármester mondott beszédet. Egy fesztivál nem attól fesztivál, hogy különböző programokat egymás után pakolnak, hanem attól, hogy sajátos hangulatot és egyedi programokat hoz létre. Idézte Hartyányi Jenő fesztivál szervezőt az alpolgármester, majd így folytatta. Tapasztalatból állítom, hogy a Kecskeméti Tavaszi Fesztivál pontosan olyan rendezvénysorozat, ami egyedi programjaival évről évre sajátos hangulatot hagy maga után. Vasárnap este került sora a Kecskeméti Táncmaraton című programra, amelyen a tánc iránt érdeklődők próbálhatták ki magukat az Agóra színpadán, majd 3 professzionális táncbemutató mutatta meg az érdeklődő közönségnek a pálya szépségeit és lehetőségeit. A fesztivál bő 2 hete alatt még további 40 különféle eseményre kerül majd sor, igen változatos műfai sokféleségben, március 25-éig. Nagy sikere volt a Jurátus Hungary Kft. Által szervezett jótékonysági bálnak szombaton a Sheraton Hotelben. A Jó Szívvel című esemény célja az volt, hogy egy 11,4 milliós mobil betegőrző monitort vásároljanak a Bács-Kiskun megyei oktatókórház javára. Az estély főszervezőjeként dr. Kócsó Sándor elmondta, 8 millió forint gyűlt eddig össze. A báli szezon utolsó eseményeként szervezte meg a Jurátus Hungary Kft. A Jó Szívvel tavasz köszöntő jótékonysági estét szombaton, amellyel az invazív kardiológiai osztályt kívánták támogatni. A cél egy 11,4 millió forintos mobil beteg monitoring rendszer megvásárlása. Jelenleg 8 monitoros ágyunk van az invazív kardiológiai osztályon, amelyikről hogy azt kell tudni, hogy a friss infarktussal érkező, illetve egyéb heveny kardiológiai kórképekkel érkező betegek ellátásáért felel, és ezt a 8 ágyos monitor kapacitást szeretnénk kibővíteni 12 ágyra, olyan módon, hogy a plusz 4 monitorozandó beteg kényelmesebben, gyakorlatilag egy normál kórteremben sétálgatva is ugyanolyan biztonságban lehessen, mint a fekvőtársaik. Az est szervezője dr. Kócsó Sándor ügyvéd az eseményen a bál céljairól beszélt. A városnak az a polgársága, aki úgy gondolja, hogy felelőssége van ezekben a nehéz időkben is, az meg tudja mutatni, tevékenyen is azt, hogy a jóért, jó szívvel tud és akar is cselekedni.
Az estét dr. Gondos Miklós nyitotta meg. A Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója azt mondta, a 2019-es Covid járvány miatt több projekt megvalósítása is elcsúszott. Akkor voltak ennek olyan dolgozói, akik megosztálja, akik ennek a sikerét látták, meg pontosabban húztak belőle hasznot. Ilyen volt az intenzív osztály, akik gyakorlatilag az összes intenzív osztályt fel tudtuk szerelni, és meg tudtuk újítani az eszközparkját az egész országban. Ezért aztán volt egy kis csúszás is, hogy azok a többi osztály, akiknek szüksége lett volna még ezek az új eszközökre, de kicsit háttérbe szorultak. Ezt próbáljuk most pótolni. 1 millió másodszor, 1 millió 100 000. Az est második felvonásaként vasárnap a 2-0-ás hazai sikert hozó KTE vasas labdarúgó mérkőzést követően jótékonysági árverésen 1 millió 200 ezer forintért kelt el Nagy Krisztián, a hazai csapat sztárjának az a meze, amelyben a Fradi elleni emlékezetes győzelmet aratták az ősszel. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Számos programmal készülnek Kecskemét és környékén március 15-ére. Összegyűjtöttük, milyen ünnepségekre és programokkal várják az emlékezőket és a családokat a nemzeti ünnep alkalmából. Március 15-én szerdán nemzeti ünnepünkön számos program várja az emlékezőket és a családokat Kecskemét és környékén. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére a Kossuth téren tartja megemlékezését Kecskemét önkormányzata, ahol többek között a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, az Otthon Hazaív című előadása várja az emlékezőket. Az ünnepi műsorban közreműködik még a Kecskeméti Városi Fúvós Zenekara, valamint a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület. A Híres Agórában szerdán 11 órakor kezdődik a Tarka Lepke Kismese című családi vers bábjátszóház. 11.45-től nyílik a Huszártábor a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének reformkori viselet és fegyver bemutatója, illetve kézműves foglalkozások, kokárda készítés várja a családokat. A Nyíri erdőben 14 órakor tartanak ünnepséget. A Szabadságharc 1848-1849 alapítvány és a KEFAG, Kiskunsági Erdészet és Faipari ZRT közös rendezvényén részt vesz a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület is, akik csata bemutatóval készülnek. A Szirók Kabáb Színházban 17 órától látható lesz a János Vitéz Tiszta Mese című ünnepi előadása. A Cifra Palotában 14 órakor kezdődik Ha a Föld Isten kalapja, hazánk a Bokréta rajta című gyermekrajzpályázatának eredményhirdetése. Kiskun Félegyházán a Petőfi téren 10 órakor kezdődik az 1848-49-es forradalmi szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tartandó városi ünnepség, melyen beszéltet mond Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke. Kiskörösen Orbán Viktor miniszterelnök 15 órától mond ünnepi beszédet Petőfi Sándor szülőházánál. A program sorozat részleteiről a kormány.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők, a többi programot pedig megtalálják az adott intézmény honlapján. Erdélyben, Amerikában és Kanadában is vetítik a kecskeméti kardvívás történetét bemutató filmet. A sorozatvetítésre a közelgő március 15-e adott alkalmat. A dokumentumfilmet Mádai Norbert könyve alapján a Kecskeméti Televízió gyártásában rendezte meg kollégánk, a junior primadíjas Molnár H. Boglárka, producere pedig Bán János, a vezető operatőr és vágó pedig Bárány István volt. Budapesten március 10-én a Kálvin János református idősek otthonában már megnézhették a filmet. Székelyudvarhelyen március 13-án, 14-én és 15-én vetítik a dr. Palló Imre Művészeti Líceumban. Március 15-én a fővárosban az Arts Harmony Stúdió Színházban lehet megtekinteni az alkotást. A kecskeméti kardokat a következő napokban a székelyföldi Orbai Teleken, Nagyváradon és Mosonmagyaróváron is lejátsszák. A KTV filmjét emellett Szilágyzóványon, Los Angelesben és a kanadai Calgaryben is levetítik. Ezen időpontok még szervezés alatt állnak. A 48 perces vetítővászorra készített változat 1842-től követi nyomon a kecskeméti vívás történetét, sorra veszi a mesterek életét és eredményeit. Többek közt bemutatja Muraközi János vívómestert, aki még magát Jókai Mortist oktatta, Bánfai Bach Jenőt, valamint Gál Tibort. A nézők megismerhetik a világháború előtti vívóélet sajátosságait és szellemi hagyatékát. A filmet elismerő oklevéllel díjazták 2020-ban a 11. Bújtor István Filmfesztiválon.
A döntőbe összesen 100 filmet válogattak be. A Kecskeméti kardok és az egy felépített élet című alkotások a dokumentumfilm kategória 21 filmet felvonultató mezőnyében mérettettek meg. Több sportesemény is volt a hétvégén, amelyeken szép eredményeket értek el a kecskeméti csapatok. A Kecskeméti TR csapata legyőzte a Széktói stadionban a Vasast. A Dunaaszfalt DTKH Kecskemét 13. győzelmét zsebelte be, most a Kaposvár ellen. Szombaton a Kecskemét szerezte meg a bronzérmet a férfi röplabda Magyar Kupában, miután 3-2-re nyerte a Kazincbarcika ellen. Pénteken este mérkőzött a Dunaaszfalt DTKH Kecskemét Kaposvárral szemben a Messzi István sportcsarnokban. Feszült volt az összecsapás, amelynek végjátékában Kecskemét zsebelhette be a 13. győzelmét az alapszakaszban. A somogyiak minden megtettek a hátralévő rövid időben, ám a Dunaaszfalt DTKH Kecskemét rutinosan és okosan kosárlabdázott és megérdemelten nyert 81-75-re. Tudtuk, hogy a Kaposvár egyrészt jó csapat, másrészt még volt esélyük a nyolcba kerülni, ezért mindent meg is tettek, hogy győzzenek. Elképesztően büszke vagyok a játékosaimra, ember felett itt küzdöttünk, értékelte a mérkőzést Forrai Gábor vezetőedző. Vasárnap a Kecskeméti TS számára is megkezdődött a harmadik kör az OTP Bankligában, az ellenfél a sereghajtó Vasas FC volt a 23. fordulóban. A meccs első perceiben nem adódott sok lehetőség egyik csapat számára sem. A játékot leginkább kecskeméti labdatartás jellemezte. A KTE végül legyőzte a Vasast 2-0. Az utolsó pillanatokban a sérülésébe visszatérő Szalai Gábor majdnem meglőtte a harmadik gólt is, de végül maradt a két gólos hazai siker. Szervezett Vasas ellen játszottunk, nem volt könnyű mérkőzés. Két év alatt már 5. alkalommal találkoztunk velük. Nem egyszerű ilyenkor újat mutatni a másiknak, értékelte a játékot Szabó István vezetőedző. A hétvégi sportmérkőzésekről részletes összefoglalót láthatnak mai sportmagazinunkban. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Rendbe tették a Noszlopi Gáspár Parkban található szobor és a mellette lévő Kecskeméti 48-as emlékű környezetét a közelgő ünnep alkalmából szervezett programon Szemerei Népataki Klaudia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mintegy 20 esetben riasztották a tűzoltókat szombaton a viharos szél miatt. Többnyire nagyméretű fák szakadtak vezetékekre, kerítésekre, de volt, hogy az épület tetejét vagy egy társasház szigetelését bontotta meg az orkán erejű szél. Március 10-én a Magyar Örökség Áthatások című képzőművészeti kiállítással és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjével nyílt meg a 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, amint egy 40 eseményből álló rendezvény folyam március 25-éig tart. A Jurátus Hungary Kft. Szervezett jótékonysági bált az elmúlt hétvégén a Sheraton Hotelben. A Jó Szívvel című esemény célja az volt, hogy egy mobil betegőrző monitort vegyenek a Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív kardiológiai osztálya számára. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan jön a kiemelő. Magazinunkban elsőként összefoglalót láthatnak a szombati Jó Szívvel című jótékonysági estéről. Ezt követően a hétvégén történt tömegbaleset okán annak jártunk utána, hogyan érdemes vezetni szélviharban, szeles időben. Magazinunk végén pedig bemutatjuk, hogyan segíti az Aqua gyógyászat Aquakids részlege a gyerekeket és szüleiket a kecskeméti fürdőben. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híros.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor a szokott időben várjuk Önöket. Ha tehetik, nézzék akkor is a Kecskeméti Televíziót. Munkatársaimmal együtt köszönöm mai figyelmüket, legyen szép az estéjük, viszontlátásra!
Kedden közepesen felhős idő várható, térségünkben csapadék nem valószínű, a déli-délnyugati szél élénk erős lesz. Enyhébb lesz a hajnal, a legmelegebb órákban napközben akár 21 fokot is mutathatnak a hőmérők. Szerdán lehűlés várható, felhős, borongós, csapadékos idő lesz az ország nagy részén, csak a nyugati tájakon szakadozhat fel a felhőzet. Az északi északnyugati szél sokfelé erős, viharos lesz. A napközbeni maximum 6 fok körül alakul. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. Reggelente sokfelé fagyhat. Minimum 6, maximum 12 fok várható. Gondolhatnánk, hogy a gazdagon faragott, aranyozott, bordó bársonya bevont paraván mögött egykoron a hölgyek öltözködtek, ám ez ahhoz túl alacsony volt. Ezt a típusú paravánt ugyanis a használaton kívüli kandalló vagy kályha elé helyezték. Eltakarták tehát ezzel a dekoratív tárgyal az üresen tátongó kormos önmagában nem túl esztétikus tűzhelyet. A kályha ellenzők gyakori típusa a díszes, faragott fakeretbe helyezett hímzetbetét. Tehát nem szikrafogó vagy más néven hővédő paravánról van itt szó, amely általában fémből készült, és a hőtől kipattanó szikráktól hivatott védeni a kandalló környezetét. A 18. századi dús, rokokó faragásban a laparanyozás valódi aranyfüst lemezeinek ragyogásában a korra jellemzően tobzódnak, kecsesen hajladoznak a növényi motívumok. Felfedezhetünk közöttük gránátalmát, rózsát, búzakalászt, kukoricacsövet és még mákgubót is. Jó estét kívánok! Ez itt a Kiemelő. Magazinunkban először összefoglalót láthatnak a szombati Jó szívvel című jótékonysági estéről. Ezt követően a hétvégén történt tömegbaleset okán annak jártunk utána, hogyan érdemes vezetni szélviharban, szeles időben. Magazinunk végén pedig bemutatjuk, hogyan segíti az akvagyógyászat Aqua Kids részlege a gyerekeket és szüleiket a kecskeméti fürdőben. Már is kezdünk! Nagy sikere volt a Juratus Hungary Kft. Által szervezett jótékonysági bálnak szombaton a Sheraton Hotelben. A Jó szívvel című esemény célja az volt, hogy egy 11,4 milliós mobil betegőrző monitort vásároljanak a Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív kardiológiai osztálya javára. Az esté főszervezőjeként dr. Kócsó Sándor elmondta, nagyságrendileg 8 millió forint gyűlt eddig össze. Sorra érkeztek a vendégek a Sheraton Hotelbe szombat este. A báli szezon utolsó eseményeként szervezte meg a Juratus Hungary Kft. A Jó szívvel tavasz köszöntő jótékonysági estét. A vendégeket Radics Sándor cimbalom művész játéka és Márcsai Anikó textilkreátor alkalmi kiállítása várta. Az estére az invazív kardiológiai osztályt kívánták támogatni egy 11,4 millió forint értékű mobil betegmonitoring rendszer megvásárlása volt a cél. A bál kezdetére már csaknem az összeg fele összegyűlt, így újabb 4 beteget tud a kórház kiszolgálni, akik emiatt komfortosabb módon is gyógyulhatnak. Dr. Berta Balázs, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív főorvosa az eseményen arról beszélt, hogy miben is tudja segíteni a kórházi munkát és a betegek gyógyulását ez a berendezés. Jelenleg 8 monitoros ágyunk van az invazív kardiológiai osztályon, amelyikről hogy azt kell tudni, hogy a friss infarktussal érkező, illetve egyéb heveny kardiológiai kórképekkel érkező betegek ellátásáért felel, és ezt a 8 ágyos monitor kapacitást szeretnénk kibővíteni 12 ágyra, olyan módon, hogy a plusz 4
monitorozandó beteg kényelmesebben, gyakorlatilag egy normál karteremben sétálgatva is ugyanolyan biztonságban lehessen, mint a fekvőtársaik. Tehát magyarul, akik jobb állapotban vannak és egyébként már mobilizálhatóak, azok a betegek egy mobiltelefon méretű eszköz kapnak a nyakukban, és ugyanolyan biztonsággal tudjuk őket folyamatosan real-time monitorozni, mint az ágyban fekvő társaikat. Nyilván ez hozzájárul a kényelmükhez, a gyorsabb gyógyulásukhoz. Ez ugye több célt is szolgál, nyilván a betegek kényelme is egy nagyon fontos szempont, de mivel ez egy nagymegyei kórház, ami ugye fejlesztés előtt áll, nem titkolt már, hogy a pacemaker profilt is szeretnénk elindítani a Kecskeméti megyei kórházban, és ugye ehhez természetesen több monitor, nagyobb monitorozási kapacitásra is van szükség. Az est szervezője dr. Kócsó Sándor ügyvéd az eseményen a bál céljairól beszélt. A városnak az a polgársága, aki úgy gondolja, hogy felelőssége van ezekben a nehéz időkben is, az meg tudja mutatni, tevékenyen is azt, hogy a jóért, jó szívvel tud és akar is cselekedni. Nagyjából félúton tartunk, és úgy félve nézek főigazgató úr felé, hogy próbáljuk ezt a célt minél jobban megközelíteni, és reméljük, hogy a kórház betegei, az életünket nem tudjuk, hogy hol kötünk ki, de a statisztikákat elnézve olyan jó 50%-os esély van, hogy Balázs kezei közé kerüljünk hosszú távon. Kicsit vicceltünk rajta, a másik fele az onkológia, de az egy másik történet lesz. Béthút Katalin, a Kecskeméti Szív- és Érgyógyászati Alapítvány titkára pedig arról beszélt, már több célt is sikerült megvalósítani az alapítványnak. Főorvos úrnak nagyon nagy szívügye, hogy az osztályon dolgozó nővéreket támogassuk, amit én emberként tudom, hogy mit dolgoznak azok a szakdolgozók, asszisztensek, nővérek. Emellett eddig egy Tormási Attila segítségével a Penge Benge Jazz Band koncert kapcsán sikerült egy ultrahangkészüléket vennünk, egy ultrahangfejet a kórház segítségével és együttműködésével, amit ezúton is köszönünk szépen a főigazgató úrnak, hogy mindig támogatják az alapítványunk és az osztályunknak a céljait. A tombuláról Kovács László agrármérnök, szervező beszélt a bál elején. Van egy labdánk is, ugyanebből a feliratokkal, amit majd tombolán fogunk kisorsolni, és kaptunk a Kosárlabda Akadémiától is, Forrai Gáboréktól, vezetőedzőtől egy kosárlabdát, amit dr. Szemerényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőnk vett át, és ezzel is támogatja a tombola nyereményünket. Az estét dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun megyei Oktató Kórház főigazgatója nyitotta meg. Kicsit nehéz körülményekben vannak most az elmúlt három évben az egészségügy. Az első 2019-es Covid járványnak más volt a fókuszpontja. Akkor voltak ennek olyan dolgozói, akik megosztálja, akik ennek a sikerét látták, meg pontosabban húztak belőle hasznot. Ilyen volt az intenzív osztály, akik gyakorlatilag az összes intenzív osztályt fel tudtuk szerelni, és meg tudtuk újítani az eszközparkját az egész országban. Ezért aztán volt egy kis csúszás is, hogy azok a többi osztály, akiknek szüksége lett volna még ezek az új eszközökre, de kicsit háttérbe szorultak. Ezt próbáljuk most pótolni. Próbáljuk beindítani az egynapos sebészetet az új épületben, biztos láttátok a kórházban, nagyon szép, most talán elkészül a nővérszálló is, hogy a nyár körében azt is át fogjuk adni, de rengeteg eszköz kell pótolnunk. A műsort a Kecskeméti City Balett művészei nyitották, akik repertoárjukból adtak elő kifejezetten csak erre az estére összeállított műsort, Barta Dóra, a Kecskeméti City Balett vezetőjének, harangozó díjas Bács-Kiskun megyei Prima díjas érdemes művésznek rendezésében. A zenét a Veracruz zenekar szolgáltatta, a sztár fellépő Szabó Kimmel Tamás, a Made in Hungária sikerfilm főszereplője a film slágereiből adott elő válogatást. Az est során a vendégek közül volt, aki névtelenségét kérve további 1 millió forintos felajánlást tett,
a Kecskeméti Szív- és Érgyógyászatért Alapítvány javára. 1 millió másodszor, 1 millió 100 000. Az estély második felvonásaként a vasárnap 2-0-ás hazai sikert hozó KTE vasas labdarúgó mérkőzést követően jótékonysági árverésen kelt el Nagy Krisztián, a hazai csapat sztárjának az a meze, amelyben a Fradi elleni emlékezetes győzelmet érték el az ősszel. A mezre Hovány Márton, a csapat egyik fő szponzora licitált sikerrel, így 1 millió 200 ezer forinttal került közelebb a célhoz az orvostechnikai eszköz beszerzése. Bár ritka a szombati szélsőséges időjárás, és még ritkább az olyan esemény, mint a tömegszerencsétlenséget okozó homokátfúvás, mégis több odafigyeléssel megelőzhetőek lennének az ekkora tragédiák. Kecskemét térségében és az Alföld egészén is érdemes odafigyelni, figyelmeztetnek a közlekedési szakemberek. Homokvihar, hirtelen lezúduló eső, szakaszosan ködös út. Ezek könnyen az autósok rémálmaival válhatnak, főleg ha az autópályán érik őket. Szombaton a feltámadó szél fújta nagy mennyiségben a homokot az M1-es autópálya térségében, aminek komoly tömegszerencsétlenség lett a vége. Füredi András közlekedésbiztonsági szakembert kérdeztük arról, mit tehet az ember, ha hirtelen drasztikusan lecsökken a látótávolság. Én is járok az autópályán, és bizony látjuk, hogy Magyarországon legalábbis nagyon kis követési távolságot tartunk ahhoz képest, hogy amilyen sebességgel haladunk az autópályán. Bizony nagyon sokszor hallom olyan emberektől, akik a rajtán túl vezetnek, magyarok kint vannak, és hát bizony sokszor a tükörbe látják, hogy megborotválkozott-e a mögötte levő gépkocsajtő, vagy nem. Tehát olyan közel megy. Tehát az egyik ilyen nagyon fontos az lenne, hogy ekkora sebességnél tartsunk megfelelő követési távolságot. A másik pedig, hogyha azt látjuk, azért lehet látni messziről, hogy korlátozott lesz a látás viszony. Ilyen por előfordult már én is, hogy mentem bele, de nem ekkorában, de viszont az esőt azt lehet messziről is látni már, hogy nézd már ott ugye sötétedik, vagy netalántán jobban esik az eső. Tehát ekkor nagyon fontos az, hogy a sebességünket csökkentsük. A másik, ami fontos, hát ugye persze ezt nem akkor, amikor belerohantunk, hanem tényleg ugye, hogy az automata világító berendezésünket, ugye ez a nappali fényt, akkor kapcsoljuk át tompítótra, hiszen akkor a hátsó fény is világítani fog, illetve hogyha látjuk és fölkészülünk ilyenre, akkor a ködlámpát, hátsó ködlámpát is bekapcsoljuk. Az autósok egyik nagy ellensége a hirtelen érkező félelem és tanástalanság. Nagyon nagy baj. Igazából szoktuk volna mondani, hogy most természetesen nem ilyen por meg esőre, de a csúszásra, hogy ezt lehet felkészülni vezetéstechnikai pályán esetlegesen ilyenre, mert az emberek általában legtöbbször ösztönösen cselekednek, és nem biztos, hogy az ösztön az megfelelő, akkor, hogy tudatosan, ha tudnék cselekedni, akkor lehet, hogy nem ütköznék, vagy esetleg kisebb baleset lenne belőle, hogyha tudatosan cselekednénk. Tényleg azt tudom csak mondani, hogy ha messziről, tehát azért látjuk ezt, lehetett azért látni, hogy ilyen porfelhő van, amit el is mondtam, ugye, hogy lelassítok, igazából lámpákat bekapcsolom, vészvillogot bekapcsolom, és természetesen megpróbálom a sebességemet csökkenteni. Viszont ugye akkor, ha már belekerültünk egy ilyen helyzetbe, és tényleg nem látunk, az viszont nagyon fontos lenne, hogy hirtelen ne csökkentsük a sebességünket, mert ha jól hallottam, ugye, igazából az váltotta ki a legnagyobb problémát, hogy valaki hirtelen fékezett, igazából, tehát nem szabad hirtelen csökkentenünk már akkor ott bent a sebességet, hanem próbáljam láthatóvá tenni magamat, és hát megpróbálni ugye lassulni, de nem ennyire, mert ezt tudja okozni, hogyha hirtelen fékezek. A hétvégi M1-esen történt szerencsétlenségben egy ember életét veszítette, több tucat ember megsérült, 44 jármű karambolozott, és nem egy közülük teljesen a lángok martaléka lett. Baba Dzsaguci, fejlesztő babatorna a legkisebbeknek, Fit Mami torna, Jumejho bemutató és gyermek első segélynyújtó tanfolyam a szülőknek, illetve a leendő szülőknek. A tavaly megnyitott akvagyógyászat Aqua Kids részlege tartott nyílt napot vasárnap délelőtt az érdeklődőknek, hogy kipróbálhassák az egészségközpont gyermekspecifikus szolgáltatásait. Köszönöm.
Baba jacuzziban is csobbanhattak a csöpségek vasárnap délelőtt az Aqua gyógyászat Aqua Kids részlegének nyílt napján. A központ minden korosztály számára kínál gyógyászati, egészségmegőrző és fejlesztési lehetőségeket, ám a több generációt lefedő kínálatból vasárnap mégis a legkisebbeket és szüleiket várták színes lufikkal és még színesebb programkínálattal. A kecskeméti fürdő területén kialakított gyógyászatban első alkalommal tartott a központ Aqua Kids részlege gyermekfejlesztő nyílt napot. Szeretnénk megmutatni a kecskeméti szülőknek, illetve leendő szülőknek azt, hogy Kecskeméten van egy olyan egyedüli hely, ahol a szárazföldi mozgásfejlesztés mellett a vízi mozgásfejlesztés is szerepet kap. Egészen pici kortól, már akár koraszülött babaként is lehet érkezni. Az egészséges fejlődésű gyerekeknél 6-7-es kort szoktunk kérni. Baba jacuzziba történik a vízhez való hozzászoktatás, amit később HRG-vel vagy babaúszással tudunk folytatni. Ezen túl a széleskörű gyerekvizsgálatok és gyermektornák is elérhetők, továbbá rengeteg szakértőt tudhatnak maguk mellett, akik a szülőknek bármilyen kérdésben segítenek. A hosszú távú célunk az már a kismamakortól való kommunikáció, kooperáció elkezdése. Legyen ez a kismamának a torna, az a saját kis felkészülése, mit kell csinálni, mit kell venni. Tehát egy előkészítése a baba érkezésére a szülőknek, meg ugye az anyává válásnak az első lépcsőfokaihoz való segítségadás. A gyermek születését követően elsősorban a picik fejlődése a célszemélyre szabottan, hiszen nem egy egységes terápiával szolgálnak, hanem a komplex felmérések során megállapítják, hogy a gyermeknek milyen esetleges fejlesztésre van szüksége, és így a szakember célirányosan tudja segíteni a kicsiket. Igazából a célunk a fejlesztés mellett a szinten tartás és a mai gyerekek és szülőknek jobb kapcsolatára való törekvés, hogy egy minőségi időt tudjanak együtt tölteni, mert a foglalkozásaink alatt nincs telefon, nincs másik tesó, tehát egy per egyben van a szülő a gyerekével, és az a 45-60 perc az csak az övéké. A szülőknek is számos szolgáltatást kínálnak a szakemberek. Ez egy gyumejhó masszázs, vagy gyumejhó terápia nevezetű történet. A lényeg az egésznek az az, hogy egy aszimmetria alakul ki, és ez mindenkinél van, minden embernél. Az miatt, hogy két lábon állunk, van egy S-ízületünk, és nagyon fontos lenne szerintem, hogy a kismamák is kaphassanak masszást, mert hogy főleg nekik ugye egy plusz súly, egy plusz terhelés van rajtuk, és közben elkezdem csinálni. Ez egy nagyon fontos dolog lenne amúgy a szülés a felkészítésben is, hogy ne csak mondjuk egy torna legyen, hanem az izmok is megfelelő állapotban legyenek, mert hogy mondjuk ezzel lehet, akár mondjuk egy császármetszést is el lehet kerülni, hogyha mondjuk valakinek ugye lazábbak az izmai, jó tónusban vannak, és mondjuk a tárgyulás sokkal könnyebb. A gyermek elsősegélynyújtó tanfolyammal a legváratlanabb eseményekre is felkészítik a szülőket. Mi azt gondoljuk itt az akvagyógyászaton belül, hogy nem csak az a fontos, hogy a gyerekeket fejlesszük, hanem hogy a szülők is biztonságba érezzék magukat minden szituációban. Saját gyerekeimen keresztül tudhatom azt, hogy mennyi sok érdekes, izgalmas történés eshet meg, amíg kicsiből fölnő egy gyerek. És azt gondoltuk, hogy ha már van rá mód, mi ugye egészségügyi intézményben dolgozó emberek is vagyunk, és mivel sürgősség is a szakmám, és több kollégámnak is a szakmája a sürgősség, akkor mi ebbe egész jól tudunk segíteni a szülőknek abban, hogy például mit csináljanak akkor, hogyha lenyelte a legót a gyerek, fulladozik, ne adj Isten, bedugta a barkát az orrába, akkor mit kell csinálni, felmosó vizet megitta, bármikor előfordulhat az, hogy véletlenül megbillen játék közben és beletenyerel a tűzhelybe, égési sérülés, forrázás előfordulhat. A cél, hogy biztonságban érezzék magukat minden szituációban a kisgyermekükkel otthon lévő szülők, hiszen ha van egy megszerzett biztos tudás, akkor már az esetlegesen felmerülő problémákat is könnyebben tudják kezelni. Nem csak Kecskemétnek, hanem a régiónak szeretnénk egyfajta gyerekfejlesztési központja lenni. Több nyomós érvünk is van amellett, hogy ez így összejöjjön. Eleve az, hogy egy ilyen komplex lehetőség, ami itt van, már pedig medence, meleg víz, igazából ebben a létesítményben, a kecskeméti fürdőben van, amit mi ki tudunk használni. Ez már egy fontos szempont, hogy mi egy központ lehessünk. Ugye dedikált medencénk van, ami csak saját használatra van. Itt felnőttek, gyerekek, mindenkinek beosztással lehet használni, a baba úszástól kezdve a hidroergoterápián keresztül minden is. Hát ami legfontosabb, mert nagyon jó, hogy vannak jacuzzik, van medence, tehát mint szakember. Mi nekünk szakemberünk is van, olyan
évek óta, mondhatom évtizedek óta ezzel foglalkozó szakemberekkel sikerült együttműködnünk, amire azt gondolom, hogy ez abszolút megyeszerte, de regionális szinten is egyedülálló. Az akvagyógyászat színvonalas szolgáltatások tárházával vár mindenkit, a gyermekfejlesztő részleg pedig a kicsik egészséges fejlődése érdekében kínálja az egyedülálló játékos foglalkozásokat. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Rendbe tették a Noszlopi Gáspár Parkban található szobor és a mellette lévő Kecskeméti 48-as emlékű környezetét a közelgő ünnep alkalmából szervezett programon Szemerei Népataki Klaudia polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mintegy 20 esetben riasztották a tűzoltókat szombaton a viharos szél miatt. Többnyire nagyméretű fák szakadtak vezetékekre, kerítésekre, de volt, hogy az épület tetejét vagy egy társasház szigetelését bontotta meg az orkán erejű szél. Március 10-én a Magyar Örökség Áthatások című képzőművészeti kiállítással és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar koncertjével nyílt meg a 38. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, amint egy 40 eseményből álló rendezvényfolyam március 25-éig tart. A Jurátus Hungary Kft. Szervezett jótékonysági bált az elmúlt hétvégén a Sheraton Hotelben. A Jó Szívvel című esemény célja az volt, hogy egy mobil betegőrző monitort vegyenek a Bács-Kiskun megyei oktatókórház invazív kardiológiai osztálya számára. Szép eredményeket értek el a kecskemétiek a hétvégi mérkőzéseken. A KTE csapata a Széktói stadionban legyőzte a Vasast. A Duna Aszfalt DTKH Kecskemét 13. győzelmét zsebelte be, a férfi röplabda csapat pedig bronzérmet szerzett a Magyar Kupában. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval és érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok mindannyiuknak, viszontlátásra!